Tisztelettel köszöntöm a kedves közönséget, minden kedves érdeklődőt. Azért érdekes ez a 20 év, hogy letelt, és hogy a jelenlegi élőfolyóiratest az élőfolyóiratestek 8. évfolyamának 3. rendezvénye alkalma. Egyszer s mind egy visszatérés, mert az élőfolyóiratok első rendezvénye szintén az Együtt folyóirat bemutatkozása volt Budapesten. Nem mondom, hogy az első bemutatkozása, de az egyik fontos bemutatkozása akkor még a műcsarnokban volt. Ez a rendezvényünk akkor indult, és azt a célt szolgálta, hogy valahogy összehozza a magyar irodalom távolabbi csücskeiben működő közösségeket a budapesti közönséggel, hogy legyen valami kis ismerete arról, mindenkinek lehessen ismerete, ami szerte az országban, sőt a határokon túl is a magyar irodalom érdekében zajlik, működik. Akkor is Bári Fábián László akadémikus és a irodalmi tagozat a vezetője volt, az EST házigazdája, és filmen is, meg szavakban is elhangzott az a történet, amely az Együtt folyóirat mögött meghúzódik, hiszen amikor 20 évvel ezelőtt elindult, akkor azokat az előzményeket akarta folytatni, amelyeket a kárpátaljai irodalom nehéz helyzete ellenére az ott élő alkotók már létrehoztak, amelyekben igyekeztek bemutatni magukat, bemutatkozni, és bemutatni az ott élő magyar irodalmat, az ötágú sípnak ezt a fontos ágát. Tehát akkor én most csak ennyit mondanék, és vissza is adnám a szót az EST házigazdájának, Vári Fábián László, Kossuth Díjas költőnek, és sok sikert kívánok nekik a következő 20 esztendőre is. Hadd mondjam el, hogy az eltelt 20 esztendő egyik legnagyobb vívmányának, legnagyobb eredményének én azt tekintem, és ezzel mindnyájan egyetértenek velem, azt hiszem, hogy az Együtt műhely mellett kinevelődött egy olyan fiatal írógárda, költőgárda, akiknek a neve már nem csak Kárpátalján, hanem a Kárpát-medencében általánosan ismert. Kezdetben az első 5 évet követően jelentkeztek elsősorban azok a fiatalok, akik hát a folyóirat természetes vonzalma, természetes közelsége vonzotta őket a szerkesztőkhöz és a már ismertevű szerzőkhöz, mert maguk is meg akarták mutatni azt, hogy kicsodák, azt, hogy mit tudnak. Jelentkezett mindjárt az elején két nagyon fontos fiatalember, akik nagyon jó költőknek mutatkoztak, és az egyik ezek közül Bakos Kis Károly volt, aki sajnos most már nincs mellettünk. Két kötetet sikerült megalkotnia, aztán az ő sorsa, az ő élete másképpen akarta. Most jó néhány éve elhallgatott, már nincsen velünk. De megemlíthetném azt a fiatalembert, akit az Ungvári Egyetem, az egyetemen való diplomázás után jött hozzánk, ő Csordás László. Kezdetben versekkel, műfordításokkal jelentkezett, ezek sem voltak rosszak, de amikor áttért a recenziók, a kritikák írására, amikor irodalomtörténészként is bemutatkozott, ez volt számára az alkotásnak az igazi öröme és igazi forrása. Csordás László azóta a Beregszászi Tanárképző Főiskolán dolgozik, tanít, és hosszú éveken át ő volt az Együttnek az olvasó szerkesztője is, de rendszeresen közölt recenziókat, kritikákat azokról a Kárpátalján megjelent könyvekről, amelyek szerinte és szerintünk is fontosak voltak. Aztán jött a következő raj. A következő raj mégpedig Marcsák Gergely, Schreck Tímea, Kopriva Nikolett, Nagy Tamás, Lőrinc P. Gabriella személyében, és talán még a névsor nem is teljes, akik
Később aztán az előretolt helyőrség író akadémia programjához kötődve ott képezhették tovább magukat, tehát itt Budapesten olyan szakemberek segítették számukra az elmélyülést az irodalomban, akik már maguk is bizonyítottak, és ezek a fiatalok, ezek a mi fiataljaink eljutottak nem csak az első kötetig, hanem sok esetben már a második kötetük is megjelent, és jelentős díjakat kaptak, mint például Marcsák Gergely több olyan díjat is magáinak tudhat, amelyek az első köteteseket és az első kötetek után is helytálló fiatalokat illetik. Az együtt 20 éves fennállása óta kiadott két olyan antológiát, amelyek azt hiszem, hogy méltóképpen mutatják be azt a korszakot, az első és a második korszakot, amelyet az együtt szerzői és szerkesztői azt hiszem, hogy maguk is sikernek tartanak, sikerként éltek meg. Az egyik antológiának a címe Viszontlátás 1, ezt még az első főszerkesztő Nagy Zoltán Mihály barátunk állította össze, a második pedig már az én főszerkesztőségem idején 2007-ben jelent meg, 2018-ban elnézést kérek, az első jelent meg 2007-ben, a Viszontlátás 2. Itt a Viszontlátás 2-t meg lehet tekinteni, van belőle az asztalon kirakva néhány fontos példány. És még annyit hadd mondjak el, hogy mi nagyon reméljük és biztosak vagyunk benne abban, hogy ezek a fiatalok, akiket én felsoroltam, és akik nem csak Kárpátalján, hanem a Kárpát-medencében is helytállnak, és betagozódnak, beszervesednek a kortárs magyar irodalomban, ezek jelentik majd számunkra Kárpátalján a folytatást, akik a helyünkbe fognak lépni, és akik tovább viszik majd az irodalom ügyét. Marcsák Gergely. Szégyenpiac. A szégyenpiac élő organizmus. 90 tonnás ruhatestébe Kínában varnak idegszálakat asszonyok, akik gondolni sem mernek e szörny anyagcseréjéből élők profitjára. Mert a textil puha szentélyében miénk a végtermék, azt vásároljuk, elhalt szöveteket húzunk magunkra, és új cuccainkkal ebben a bomlás és szemétszagú földi konstellációban olyan tragikusan jelentéktelenek vagyunk, mint felpuffadt apró gyermektestek a prostituáltjairól hírhet panelház szennyvízzel elöntött alaksorában. A szégyenpiac folytó ruhaölén este összebújnak fáradt özvegyek, és hajnalig olvassák egy távol villogó utcalámpa morzekódját, hosszú jegyzőkönyvet a tárgyalásról, hol megboldogultjaik alperesek voltak. Aztán visszatérnek a járdaszélre, hogy eladják a hírhedt panelházból hazafelé siető családapáknak egy pocsékházas élet tárgyi emlékeit. S a melkasuk már kong az ürességtől, a piac szívét megszerezni áttörnek melegházakban felnőtt zöldségárusok és fél életüket vámzónában töltő ügyeskedő kofák arcvonalán, át a szobapapucsokból emelt ragasztószalagú, szagú oltárok között a kóborkutyák őrizte húspultig, ahol a plexi mögött zöld legyek szülcsölik e nyűvek rágta lüktető szív zavaros levét. A szégyenpiac babakocsis guberálók és vodkával áldozó kocsmaszentek elmottyantott proféciái szerint egy küszöbön álló, vége nélküli véres viszályba pusztul majd bele, és bombák szaggatta ruhatetemét, néhány nap alatt ézeire szedjük. Ám naív prognózisuk vágykivetülés, mert a háború zsíros szennyét kufárok kavargatják, lötyögtetik fölöttünk, s ha zúdul, a piacot lakatja jól, mely beledagad az üres házközökbe, átfolyik hruscsovkák betört ablakain, kihízza a rég cserben hagyott várost,
árva testünket meg gyékényre fekteti minden piti áner cuccunkkal együtt, hogy úgy érezzük, boldogok az özvegyek, mert őék a feladás és az üresség mindörökkön, örökké. Egy új novellát szeretnék felolvasni, akit megcsókolt a halál. Semmi sem egyszerűbb a halálnál. Aki és ami a világra jött, annak el is kell pusztulnia. Gyerekként szerelmes voltam a szomszéd lányba, Annába. Kicsit idősebb volt tőlem, talán néhány hónappal, de nem volt egy egész év. Gyakran néztem az ablakból a kerítés mögül, ahogyan a többiekkel a mezőre indul játszani. Sosem volt erőbb közelebb menni hozzá, mindig csak messziről csodáltam. Annácskát a nagyszülei nevelték. Már nem emlékszem pontosan, hogyan került hozzájuk, és arra sem, hogy mikor, de ez utólag nem is lényeges. Az öregek nehezen látták el a mindennapi feladatukat. Ványa bácsi erősen ivott, persze a felesége Mirosza néni igyekezett minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy a lány semmiben se szenvedjen hiányt. Abban az évben rettenetes volt a tél. November végén beköszöntött, és áprilisig el sem tűnt a hó. Édesapám még hetente jártak az erdőre fáért, de néha az is kevésnek bizonyult. Sokat vacogtunk esténként a pislákoló kályha tüzénél. Nem bírta felmelegíteni azt az egy szobát sem, amiben éltünk. Anyám előszedte a padlásról a dunnákat, azelőtt elviselhetőbb volt a hőmérséklet. Amikor eljött a melánka napja, kissé felmelegedett az időjárás. Kiléptem az udvarra, a kerítésen át láttam, ahogyan állatbőrbe bújt emberek kántálnak az utcán. Közelebb léptem, szerettem volna jobban szemügyre venni őket, megfigyelni testük mozgását, érteni szavaikat. A következő pillanatban két ördög lépett elém, szarvuk magasan az egekbe nézett, az egyik kinyújtotta rám a nyelvét, a másik pedig rám ordított, magammal viszlek. Hatalmas víztócsa terült el a lábaim alatt. Az ördögök, ahogyan jöttek, olyan gyorsan el is tűntek. Ekkor láttam meg Annát. Vékony hófehér ruhában, nagyanyja kötött rózsás kendőjével a vállán. Ő volt aznap a kántálók között a menyasszony. Harsányan énekelt, csengő hangja az utca végéig elért. Bekopogott a kiskapunkon. Én ott álltam, összevizelt nadrággal a kerítés mellett, míg anyám kaput nyitott. Szása itthon van, kérdezte. Anyám rám nézett, én hevesen integettem a fejemmel, hogy nem, ne adjunk ki engem a kántálóknak. Anyám mindent megértett, s ő is csak a fejét rázta, hogy a fia nincsen itthon. Kár, mondta Anna, még szükségünk lett volna egy vőlegényre. Már minden percét megmentem, amikor ezt a mondatot hallottam, ha csak egy napra is, de én lehettem volna az Annácska vőlegénye. Napokig azon ábrándoztam, milyen szép pár lettünk volna, minden déli harangszónál arra gondoltam, hogy minket hívogat a misére. Belekeseredtem a bánatba. Néhány nappal később anyám reggel elkészítette az ünneplő ruhámat. Tudtam, hogy már elmúltak az ünnepek, de nem értettem mégis, miért kell aznap azt viselnem. Kiment a kertbe, szedett egy csokorra való téli virágot, és a kezembe nyomta. Ezt átvisszük Annának, mondta, majd a ruha felé mutatott, azt parancsolva, hogy öltözzek fel. Izgatottan húztam magamra a ruhadarabokat. Az órára pillantottam, már majdnem 12-t ütött, vártam a déli harangszót, nem is vettem észre, hogy a harangok párban csendülnek fel. Átértünk a szomszédba. Annácska sokkal gyönyörűbb volt, mint bármikor máskor. Csak szorítottam a fehér téli virágot, és szóhoz sem jutottam. Ugyanaz a fehér ruha volt rajta, mint melánka napján. Csillogó, gesztenye, barna haja a vállára omlott, majd eltakart éppen növekvő aprócska melleit. Két kezét maga elé kulcsolta, mint aki kissé szégyenkezik, de én tudtam, hogy neki nincs miért. Megérkezett a pap. Büszkén álltam Anna mellé, megpróbáltam megfogni a kezét, de anyám rám csapott, és azt mondta, hogy nem szabad. Nem is figyeltem, miről beszél a pap, meg igazából az ortodox szentbeszédet alig lehet érteni. Én Annában gyönyörködtem. Amikor befejezte a pap a mondandóját, a hívek felé intett, azok imádkoztak még egy sort, és egyesével Annához léptek.
Először a nagyszüleim, majd sorban mindenki más. Én voltam az utolsó. Anyám azt mondta, csókoljam meg. Kicsit megtorpadtam, már rég álmodoztam erről a pillanatról, de most nem tudtam megtenni. Túl izgatott voltam hozzá. Csókold már meg, vágott hátba anyám, ami miatt közelebb kellett lépnem. Anna hagyta, hogy megcsókoljam. Nem viszonozta, csak tűrte meretten, hogy a szájához érjen a szám, de meg sem mozdult. Elszégyeltem magam. Nem értettem, miért nem csókol vissza, amikor néhány nappal azelőtt még engem szeretett volna vőlegénynek. Valószínűleg meglátta, hogy összevizeltem magam. Dühös lettem. Beszaladtam a házba, lekaptam az első fotót, amit találtam, és Anna kezébe gyúrtam. Tudod mit? Legyenek ők melletted. Leszaladtam az udvarról, a kapuágyban mégis visszafordultam. Láttam, ahogyan Annát lezárják, és hallottam a szögek koppanását is. Néhány hónap múlva Ványa bácsi mérget ivott, Mirosja nénit pedig az agyvérzés vitte el. Mindhárman egy sírban nyugszanak. Igen, most már ti is, lassan már mi is, beletörődünk, beletörünk, mert hogy Csaba királyfi nem hallja meg, nincs marok telefonja, mint Janeknek a szomszédházból. Így aztán vállat vonunk, a sógor is hirdet. Házeladó, összkomfortos. Gáz, víz, telefon, meg a nagymama, akit mégsem illik, mint a kutyát az árokpartra. A kis haza, a haza a magasban, és más megkönnyeztetett hisztériák. Már csak a reklám szatyor feliratán intenek utánunk. Adjő, Kárpátalja. Adjő, Kárpátalja, szerettelek. 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 Vári Fábián László. Petőfi, Darjeelingben. 200 000 kozák? Csak potomság, de 2 évszázad súlya, légtere, széljárása formálta az arcom, büszkélkedjen a magyar vele. Ha szólt a szám, az úr által beszéltem, nyelvem deleje tőle támadott, kiváltképp, ha lány fölé hajolva csaltam le az égről egy szép csillagot. És amikor az örök márciusnak riadót vert plebejus szíve, nemzetemet talpra szólítottam, állva lépjen Isten elibe. Nekem nem sikerült elé állnom, és most magához méltó gondja van, nem tudja, hová rendelte testem. Gólya lelkem ezért hontalan. Utóbb Észak-Indiában látták, mély égi szél vihette oda, rém lettán, hogy nyugszik ott egy Sándor, az írás szerint Kőrösi Csoma. Erdélyből ő is elbitangolt, hogy elméliében feltámadt a nap, Tibet zord sziklasíkjain landolt,
tudós lett ott, slámaista pap. Sírkövére ereszkedik lelkem, a tudat csupa rejtély, látomás. Csomamester, mi vár nemzetünkre, ha ránk tör a globális áradás? Én, a magyar bódhiszatva mondom, hogy Isten még nem döntötte el, készül-e népünkkel újabb terve, vagy ránk hull a végső ködlepel. Háború van most a nagyvilágban. Talpik titánban millió kozák. Keserű lett a szó a szánkban. Növésükben megálltak a fák. Ideológiák csapnak össze, vér hull mégis. Becses, embervér. Döntsd el most már, hová állsz, Úristen. Hadd lássuk meg, melyik mennyit ér. Sürved a setét, éjjeli posztó, az a szövőszék, jaj, de magas, a csillag ménesnek abrakot osztó, teli holt fénye, ólomsugaras. Hé, famulos, a szomjúság támad, s már egy hete száraz a csebel, üres kupához illik a bánat, nem üzen Tokaj, sem Végeger. Beregszáz hegyei megrontva ülnek, hasznát elszívták kóbor ördögök, ott most tablettás lőréket szűrnek, s az Úristen ege hasztalan dörög. Nem terem nékünk majos a szülő, mustot sem áld, mert nincs bakator. Onthat itt áldást májusi felhő, de bor nélkül iszonyú gyászos a tor. Lány lép szobámba, palacka kezébe, sok leomló fürtje, vad fekete. Rejtem a szívem rác feketébe, de részegen villan rám a szeme. Feslik a setét, éjjeli posztó, rikolt a harson a hanguk kakas. Vakít a képernyőn frissen hult porgó, s magas a kedvem ma újra magas. A kárpátai magyarságról szólva megpróbálok röviden összefoglalni mindazt, amit össze lehet, hiszen ez egy olyan fájó téma, ami majd megint, ha befejeződik a háború, gondolom, évtizedekig téma lesz az íróinknak, történészeinknek, szociológusoknak, mindahányan. Ma 110. napja van annak, hogy kitört a orosz-ukrán háború. Pont a 110, amikor kezdődött a háború, akkor is azt mondhattuk Kárpátalján, hogy a háborúban a muzsák nem hallgatnak. Pont akkor volt a Magyar Szövetség küldöttsége nálunk, és akármilyen félelem bontakozott ki, majdnem az egekig csapott, mi azért is lebonyolítottuk Beregszázba Munkácson. Azóta sem hallgattunk el, hiszen megjártuk azóta az Erdély Magyar, az Emil meghívására röviden előadókörút tartottunk Szatmárnémetiben. És mivel bevezették a hadiállapotot, irodalmi rendezvényeket nyilvánosan nem bonyolíthatunk le, ezért a Kárpátai Magyar, a Kárpátai Szövetségnek köszönhetően helyt adott nekünk, hogy három nagy rendezvényt valósítsunk meg.
amit odahaza terveztünk. Odahaza terveztük a fiatal első kötetes magyar költők bemutatását, meghiúsult. Ugyancsak odahaza terveztük a beregszázi főkonzulátuson az együtt 80. vagy bocsánat, a 20. évfordulójával kapcsolatos megemlékezést, amely meghiúsult, és köszönet, hála, hogy ezt itt most megtehettük, meg másutt is. És hát közte ugye felköszönthettük Füzesi Magdát, ő is kerek évfordulós, és ugye ember tervez, Isten végez, hiába elterveztük, hogy hónapokkal ezelőtt, hogy Nagyberegen, Beregszázban vagy az én szülőfalumban egy összevont irodalmi estet tartunk, meghiúsult. Mindezt a háború hiúsította meg, de azért nem fogjuk be pörös szánkat, ahogy mondja a költő, hogy tesszük a dolgunkat tovább. Ez a háború valóban olyan érvágású, mint amilyet én történészként mondom, mint amilyen volt az első világháború, mint amilyen volt a második világháború. Ha tényekre építek, akkor megértik, miről van szó, hiszen az első világháborúban előtt a kárpátaljai magyarság száma meghaladta a 200 000-et. A Trianon után összezsugorodtunk, több mint 100 000-rel lettünk kevesebbek. Majd a 40-es évek elejéig feltornáztuk magunkat, és a 41-es népszámláláskor már újra több mint 200 000 magyar lett. És jött a második világháború, jött a szovjet veszedelem, amely ugyancsak előidézte, hogy több mint 100 000 emberrel lettünk kevesebbek. És majd ezt a hiányt csak majd a rendszerváltás előtt tudtuk újra elérni. Én amikor Botlik Jóskával megírtam az Eszháton Hon című első irodást a kárpátaljai magyarságról, boldog voltam, amikor a püspökök is mondták, hogy lám, a reformátusoknál 120 000 adófizető van, a római katolikusoknál 70 000, a görögöknél 25 000, már összedobva az már több mint 200 000, ide-oda hivatalos statisztika, inkább hittünk az egyháznak. Igen, ám jött a rendszerváltás. A rendszerváltást ketté szoktuk osztani a mai független Ukrajna mai napjáig. Az egyik 91-től 2014-ig. Volt egy felfelé ívelés. Voltak kivándorlások, de az nem annyira tapasztalható, hiszen a szerelem, a házasság, család egyesítés az egy normális dolog minden országban. Viszont az, hogy 2014-ben államfordulat következett be, az már egy érvágás volt, hiszen ha statisztikailag nézzük, most készítjük a Kárpátaljai Magyarság a háborúban című szociográfiai munkát, és végigjárva a magyar lakta településeket, rémisztő kép alakult ki. A 110. napon azt mondhatom, hogy a 130 magyar lakta községben, illetve 130 magyar lakta községben, jó ha 70-ben van már magyar többség. A falvaink kiürültek félig. Egy képet idézek föl, mint az egyháztanács tagja a szülőfalumban, pünkös napján, amikor karzatról lenéztünk, megdöbbentő látni, hogy a teremben, a templom hajójában csak gyerekeket, öregeket látunk, asszonyokat. Tehát a hadrafogható férfiak idézőjelbe téve, azok nincsenek. Vagy eljöttek, elmenekültek, vagy odahaza bujkálnak, vagy pedig megadva magukat várják a sorsukat, mint az én középső fiam is, aki nem sikerült átjönni. Tehát rémisztő dolog az, amikor egyre több koporsó jön Kárpátaljára, fájdalom, amikor egyre több embert visznek el harcolni. Mi már megszoktuk, hiszen nem 110 napja tart ez a háború, hanem 8 éve.
Tehát ha belekalkuláljuk ezeket az eseményeket, áldozatokat, akkor már ott vagyunk lassan, mint a második világháború után. Amikor az elnök már kimeri jelenteni, hogy naponta 200 katona hal meg Donyec védelmében. 200 anya sír, 200 anya temetni fogja a fiát. És ezek között magyar fiúk is vannak. És nem tehetünk semmit. Tehát az, hogy most ilyen a helyzet, csak egy néhány szám adatban idézem, Kárpátalja ugye 1.250.000 lakosú, jelen pillanatban több mint 700 belső menekült van. 700.000 belső menekült van. Ungvár, amely több mint 100.000 lakosú, közel 90.000 belső menekült van. A legkisebbik fiam 8 éves, és már a Covid miatt nem járt iskolába, most pedig a háború miatt nem járhatnak iskolába, mert az iskolát átadták a menekülteknek, ott vannak. Online oktatás folyik. Borzasztó a helyzet, és nem is lehet őket onnan kitenni. Hogy mikor fejeződik be a háború, ezt csak a nagyhatalmak tudják. Hiszen utalva az első világháború, a második világháború, és a nagyhatalmak döntötték el, és azok is döntöttek a mi sorsunk felől. Az tény, hogy minél jobban elhúzódik a háború, annál kevesebben leszünk Kárpátalján. Mert akik ide menekültek Magyarországra is, vagy más országba, megtalálják a megfelelő munkát, áthozzák a családjukat, de azok már nem fognak visszajönni. Ezt azért mondom, mint történész, mert ugyanaz történt az első világháború után, a második világháború után, és ez fog bekövetkezni most is. De még mindig optimista vagyok, hiszen nemrég átadtam a szülőfalumba, Tiszabökénybe egy játszóteret, mivel 800 éves említése volt Tiszabökénynek, és érdemes volt átadni ebben a háborús hangulatban is nézni azt, hogy 50-60 gyerek játszik ott. Tehát ez már optimizmusra ad okot, hogy nekünk ott kell maradni, vagy pedig ki kell alakítani a kétlakiságot, itt is lenni, ott is lenni, de muszáj vigasztalni, mert a helyi magyarság nem maradhat értelmiség nélkül. Nem maradhatnak papok nélkül, nem maradhatnak orvosok, tanárok, tanítók, költők, írók nélkül. Kell a vigasztalás, kell a jó szó, kell a biztatás. Sejtések bajos, arcvonás a nő, múltját feszíti rá vonóra hurra. Szélből szabadult ítélet időt, vetít dallamível határon túlra, s a pattanásig megrándult ideg, nyomán a túlmélyült szemet találja, s a ráncok útvesztőiben sziszeg. Kárpátaljának örök elsodrása, egy homlok csont recsenése talán, egy hang egy elsugallatát így küldi, szemöldök sűrűjén veszi csapát, s szemük bogarában tovább gyűrűzi, rögvest sziránkjaira hull a perc, időtlen messzeség formája ajkuk, hiába egyszer úgy is elveszejt, vagy elejétől fogva homúvogmuk. Kevés ilyen halánték dobbanás, urálon túli emléktelenséggel, robbantja fel koponya varratát, ha egyszer igazán lopott vett vérre, s mert arcéle borotvaként hasít, mi lesz a holnap nemet mond fejével, országnyi igazával, hogyha int, kifizet vissza úgy 76 évet. Csend, csend, egymásba mélyülő fogak, csikorgása mögött miféle tettek, képzelt és valós világa fogan, még ha közeleg is karácsony este,
s felír egy lázadással, hogy konok, emlékezetét most is továbbadja. Felír egy lázadással, hogy konok, emlékezetét így is továbbadja. Idegen lég szimatol odakén, a vers ilyen visszhangtalan vidéken, semmit mondó búcsúzkodással ént, hogy kopoghassanak ünnepélyek, és szólna egy fényképről, mely elmaradt, de érzi most szavát, senki se hallja. Megfáradt, hangos és világtalan, többet magával az új Kárpátalja. Végszóként hadd mondjam el, hogy annak talán, akik nem tudják, hogy az Együtt című folyóiratunknak 1966-ban és 67-ben az Ungvári Egyetemen volt egy előzménye, amelyet az ungvári magyar szakos hallgatók készítettek, adtak ki. Együtt volt a címe, de mechanikus írógéppel sokszorosították azoknak a diákíróknak a verseit, kisprózáit és hát könyvkritikáit, vagy könyvszemléit, akik elhivatást éreztek magukban ahhoz, hogy írjanak. Ezek a fiatalok jó részt a Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdió, a későbbi Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdió tagjai voltak, de mire a Forrás megalakult 1967 őszén, ezt a folyóiratot, ezt a szamizdatszerű kezdeményezést már az Ungvári Egyetemen megszüntették. Addig igaz, a tanszék tanárainak, vezetőinek a tudtával, a beleegyezésével készítették a fiatalok, de mikor arra kérték őket, hogy Kovács Vilmosnak, Kárpátalja magyar írójának, költőjének a regényét, a Holnap is élünk című regényét ítéljék el, mert éppen ez volt akkor a politikai áramlat. Ezt követelte meg, akkor ezt megtagadták. Na, többet a kéziratos, a szamizdatszerű Együtt ettől kezdve nem jelenhetett meg. Amikor 2002-ben Dubka György és Nagy Zoltán Mihály engem megkerestek, és megállapodtunk abban, hogy újra fogjuk szervezni ezt a folyóiratot, akkor megkerestük a lap alapító szerkesztőjét, S. Benedek Andrást Budapesten, és elmondtuk, hogy mi a tervünk. Annak idején ezt a szamizdatszerű folyóiratot ő egyedül és egy-két segítőtársa készítették. Azt mondta, jól van, nevét adja hozzá, de ahhoz, hogy működjön is a dolog, ahhoz együtt kell maradnunk. Együtt kell maradnunk minden tekintetben, nem szabad egymás ellen ágálnunk, nem szabad egymás ellen acsarkodnunk, és hogyha megfogadjuk, hogy együtt maradunk, együtt leszünk, és egymással való egyetértésben fogunk dolgozni, akkor fog működni a lap. Ő már nincs közöttünk több mint 10 esztendeje, de én azt hiszem, hogy akik az Együttnek szerkesztői, szerzői, azok mind egyetértenek abban, hogy csak is így tudjuk továbbvinni ezt az ügyet, mert a kárpátaljai magyar kultúra csak így az irodalom által teljesedhet ki, olyan szintre, hogy elfogadható legyen, és hogy fogyasztható legyen a kárpátaljai magyarság számára.